Sziasztok! Rácana Zsófia vagyok, Razs, és a mai videómban a halogatásról fogok nektek beszélni. Először szeretném elmondani, hogy milyen okai lehetnek a halogatásnak. Itt arra biztatlak titeket, hogy gondoljátok át, miközben mondom ezeket a lehetőségeket, hogy melyik az, ami jellemző rátok, érdemes ezen elgondolkozni, mérlegelni, és hogyha úgy döntötök, hogy ez most már így jelentősen eluralta az életeteket, akkor akár önismeretben dolgozni ezeken. És utána fogok mondani egy-két praktikát, ötletet, hogy mi segíthet abban, hogy ez ne uralja el az életeteket. Szóval, ahogy ígértem, kezdjük azzal, hogy mik lehetnek az okok. Az egyik ilyen ok lehet az, hogy túlvállaljuk saját magunkat. Ezt ismerjük akár munkahelyi környezetben, akár nem tudom, tanulmányaink során. Túl sok vizsgát veszünk fel egyszerre, túl sok feladatot vállalunk, és ez gyakorlatilag elnyom bennünket. Ok lehet az, hogy attól tartunk, hogy mit fognak szólni majd mások, esetleg ahhoz, hogyha nem sikerül. Ugye ez kapcsolódik a kudarckezelésünkhöz, mert hogy nem csak attól félünk, hogy mások mit szólhatnak, hanem attól is, hogy mi hogyan fogjuk azt kezelni, hogyha valamiben sikertelenek vagyunk. Hogyha bemegyünk a vizsgára, és azt kapjuk, hogy nem sikerül. Írásbelinél mondjuk még kevésbé durva, de van, aki attól retteg, hogy szóbelinél azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt nem vállalom. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk munkahelyi helyzetben attól félünk, hogy a főnökünk hogyan fog reagálni arra, hogyha mondjuk nem a megfelelő anyagot állítottuk össze. És akkor itt jön egy következő ok, hogy nem bízunk saját magunkban, azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megfelelően megcsinálni azt, aminek a nekünk szent feladat, nem hiszünk saját magunkban. Ugye ez inkább egy önbizalmi, önértékelési kérdés, ezen is érdemes elgondolkozni, hogy mit gondolunk saját sikerességünk lehetőségéről. És az is lehetséges, nem utolsó sorban, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan kell csinálni. Ez lehet, hogy nem a mi hibánk, lehet, hogy nem részletezték elég jól a feladatot számunkra, lehet, hogy nem oktatták le elég jól az anyagot, nem áll rendelkezésünkre elég információ, ilyenkor kérdezzünk, de hogy ez is benne van a pakliban, hogy egyszerűen csak nem értjük, nem tudjuk, hogy mit kell tennünk. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, mit tehetünk azért, hogy minimalizáljuk a halogatást az életünkben. Ugye azért ezt el kell tudni fogadni, hogy a halogatás az egy emberi dolog, akkor, hogyha ez arról szól, hogy mikor rakunk rendet, de nem önti el a kosz és a poloska rengeteg a lakásunkat, akkor ez belefér. Hogyha általában sikeresen vesszük az akadályokat, de egy-kétszer utolsó pillanatra hagyjuk a beadandókat, az is belefér. Én még azt is gondolom, én egy utolsó pillanatos ember vagyok, hogyha jellemzően utolsó pillanatra hagyunk valamit, de sikerrel vesszük az akadályokat, akkor az is tud működni. A lényeg az, hogy ez ne hátráltasson minket jelentősen az életünkben, illetve hogyha nagyon nagy frusztrációt okoz saját magunkkal kapcsolatban, akkor is nyilvánvalóan foglalkozni kell vele. De hát ugye mit tehetünk? Az egyik ilyen az, hogy előre tervezünk. Előre beosztjuk az időnket, eltervezzük, hogy melyik nap, melyik órában mit fogunk csinálni, melyik feladatunkkal fogunk foglalkozni, tehát teremtünk egy struktúrát, amiben működni tudunk. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudjuk csinálni, akár beállíthatunk különböző emlékeztetőket a telefonunkon, hogy ne ússzunk el az apró részletekben, ne vesszünk el benne, ne terelje el a figyelmünket esetlegesen egy sorozat valami, hanem folyamatosan legyen egy emlékeztető, ami tartja a fókuszunkat. Az is segíthet, hogyha azért tartunk szüneteket, ugye az véges, hogy a figyelmi kapacitásunk az meddig terjed, ezzel legyünk tisztában, ne kényszerítsük magunkat arra, hogy 10 órákon keresztül figyeljünk egy adott feladatra, tanuljunk meg kikapcsolni. Amit még bevethetünk, az a jutalmazás. Saját magunkat is jutalmazhatjuk, tehát mondhatjuk azt, hogy veszünk magunknak egy sütit, elmegyünk valahova, ha sikerül, akár a végső vizsga, akár a feladat, akár a szigorlat, bármi ilyesmi a rendrakás, de azt is mondhatjuk, hogy megajándékozzuk magunkat bármivel, az is lehet, hogy valakit bevonunk ebbe a projektbe, és együtt csináljuk valakivel, az még talán azért is jó, mert ő számít ránk. Ez egy plusz teher lehet, de hogy egyben motiváció is, ezt mindenki magának kell, hogy megítélje, hogy mi az, ami őt előre tudja lendíteni, ez elég szubjektív, de alapvetően a jutalmazás az egy működőképes stratégia. És amit nagyon aláhúznék, az az, hogy azon gondolkozzatok el, amiket az elején említettem pontokat, tehát hogy miből fakadhat a ti halogatásotok. Hogyan vagytok ti a kudarckezeléssel? Mennyire tudjátok elviselni azt, hogyha valami nem sikerül? Mennyire törekszetek mindig tökéleteset alkotni? Mennyire akartok megfelelni az elvárásoknak? A megfelelési kényszerről és gyakorlatilag a teljesítmény nyomásról és szorongásról egy következő videómban fogok beszélni, úgyhogy azt javaslom, hogy ezt nézzétek meg, és
ezeknek a videóknak a felhasználásával inspirálódjatok, és gondolkozzatok el, hogyha ez a ti életetekben jelen van, akkor vajon mi lehet az eredője. Hogyha tetszett a videóm, akkor kövessetek be Facebookon, Instagramon, YouTube-on, olvassátok el a blogomat, és hamarosan érkezik a következő videó, hogy ígértem, úgyhogy addig is, sziasztok!